napot kívánok! Adózási szempontból mire kell figyelni a nyári diákmunkánál? Jó napot kívánok! A diákok szülői engedéllyel 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben már a 15 éves nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát. A munkavállaláshoz adóazonosítójára van szükség. Ha a diák nem rendelkezik vele, vagy elvesztette az adókártyáját, akkor azt a NAV-nál tudja igényelni a 24T34-es nyomtatványon, akár online is. A diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye. Így az arra jogosult fiatalnak havi 576.601 forintig nem kell személyi jövedelemadót fizetnie. Ez az adóalapból levonható kedvezmény 2024-ben havonta maximum 86.490 forint adó megtakarítást jelent. A kedvezmény érvényesítését a fiatalnak nem kell kérnie, azt a munkáltató kifizető a jogosultsági hónapokban automatikusan figyelembe veszi. Kivéve, ha a fiatal nyilatkozatban kéri a kedvezmény részleges vagy teljes mellőzését. A foglalkoztatónak az adóévi összes jövedelemről és a levont közterhekről igazolást kell kiállítania. A munkaviszony esetében ragaszkodni kell az írásban megkötött alapbért munkakör tartalmazó munkaszerződéshez, mely 18 éves kor alatt csak a törvényes képviselő hozzájárulásával érvényes. A munkaviszonyt a munkáltatónak be kell jelentenie a NAV-hoz. A munkaszerződésben a felek megállapodhatnak havi, heti, napi vagy órabérben, vagy teljesítménybérben is. A diáknak azonban meg kell kapnia a minimálbért, ami napi 8 órás foglalkoztatásnál havonta bruttó 266.800 forint. Ha a diákok egyszerűsített foglalkoztatás keretében dolgoznak, akkor ebben az esetben nem kötelező a szerződést írásba foglalni. A diákok foglalkoztatásáról bővebb információ olvasható a 72-es számú információs füzetben. Köszönöm!